Valaki kérdezte, hogy lesz-e Razvré, és lőn, hiszen ő lesz a speakere majd ennek a mérkőzésnek. Hát. És ugye egy ilyen tornán szerintem mindegyik srácot alkalmazni fogják. De Seres Bede írta közben, hogy itt Madars Razvré még sosem kapott ki World Match Play patch-en. És teljesen igaza van, miután most debütál. Ő még nem játszott, igen. Egyébként olvastam én is Peter Wright-nak a nyilatkozatát, rettenetesen elszánt, és nagyon-nagyon meg akarja nyerni ezt az idei sorozatot. Nem lesz könnyű dolga, mert borzasztóan nehéz ágon van. Még Razma is most szerintem törhet borsot az orra alá. Erős játékkal láthattuk őt ugye a World Cup of Darts-on is játszani. Madars Razmát pekünkre igen jó formában volt. De azért majd egy Ratajski és adott esetben egy Johnny Clayton, Rodriguez, Vandenberg trióból kaphat még a nyolc között ellenfelet. Right? Tehát nem lesz egy könnyű a címvédés útvonalat, látod, kiszolgálja a kis majmot, akit ott nézi, ez a banános nadrággal. Ugye nyert már, várjál csak, ha jól emlékszem, most nem akarok hülyeséget mondani, de amikor játszott, az ananászos ruhájára emlékszem Peter Wright-nak, akkor csak döntőzött, ha jól emlékszem. A legeknek a közel 70%-át megnyerte Peter Wright, amikor... az elmúlt 12, a tavalyi World Match Play-en, és így az elmúlt 12 év legmagasabb százaléka ez. Ezen tudták eldönteni, hogy most ökölpacsizzanak, vagy kezet fogjanak egymással. Igen. Tán végül maradt a készfogás. Hát a népszerűsége az változatlan, töretlen. Nagyon jó kezdés Razmától. Dobra Wright. Alá dobja. Aki használja vajon a skót. Peter Wright-nál mindig az a markáns kérdés, hogy az éppen aktuális nyílkészletében mennyire bízik. 180! Úgy néz ki, hogy ez a nyílkészlet most jól működik, legalábbis ebben a legben biztosan. Arra pedig majd egy közel 3-4 óra, 1 óra múlva kapjuk meg a választ, hogy meccs szinten is jól működik-e. ...52 pontja van, és szépen lerakja magát 4 kör alatt kiszállóra, 32-re. Right, tehát akár egy 13 nyilas leggel is indíthat. Itt az első legben. Az pedig még puhatolózik. Első nyilat megdobja. 13 nyillal kezd a címvédő. Maga visszas kezdés volt Peter Wright-tól. De ez ugye saját leg volt. 43. Ott is elcsúszik az egyik nyíl. 85. 85-re korrigál azért, szépen visszatalált a triplára az utolsó nyillal. Megint egy szektorhiba, de két triplás lent. Sikerült a kettő közé beterelni a harmadikat, százas. Itt viszont nem jön most tripla.
viszont jön. 140. Igen. Kezd kicsúszni Razma kezéből a leg. Főleg, ha megint kap egy 140-et, azt most nem fog kapni. És 41! Bizony, az... Hát ez nem... Nem a legcombosabb. Így nem reménytelen még Razma helyzete, mert jön a tripla 20. 99, nem tud lemenni 100 alá. 25. Nem lesz meg. Ezt nem látjuk. 63. Ó, nagyon nagy hibákat követett itt most Razma. Ez kevés lesz Wright ellen. Még akkor is, ha csak egy nyila van most a kiszállóra Wrightnak. Ledobja. 2-0-ra vezet a skót. Wrightnak 2-ből 2 a kiszálló, majd összehasonlítjuk Vandenbergével. Nagyon gyengén kezd Razma, csak egy 76-os átlagon van lett, miközben Peter Wright 97 fölötti körátlagon, 120-as első, 9 nyíl, és hát ő is 2-ből 2 eddig duplára. Úgyhogy ezt rálépett erre a Vandenberg vonalra. És jól jönnek a triplái is. 180! Most második 180-át dobja a meccsen. Razmának még nincs. Vagy 140-et. Itt vannak az átlagok, azért elég nagy a különbség. Főleg így, hogy Wright nagyon jól tartja ezt a tempót. 180! Hát, nagyon rendben van. A levegőbe beszélt Peter Wright, hogy mennyire felkészült erre a tornára, úgy tűnik. 9-es és a dupla 16. Opp, egy picivel téveszti el. Azt nagyon eltéveszti. Bizony. Tehát bravúr kiszálló ez, az a 145. A tripla, jó, 20 a tripla megvan. A 45 is megvan, és a dupla 20! Azt alá dobja! Fú, majdnem nagyon megfizette Peter Wright az árát annak, hogy hibázott kiszállóra. De még mindig nincs meg. Most de igen. Már igen. 3-0-ra vezet most már a skót. Ez komoly lélektani fordulat lehetett volna. Legalábbis Razma a játékában, hogyha bedobja, de úgy látszik, hogy azért 180! És tudott belőle erőt meríteni, és bekezd egy 180-nal. Mindössze. Egy 180 után dob egy 41-et Razma. Ez a tripla. Jön még egy csak a zöldben. 135 így is. Ez Peter Wrightnak egyébként egy PL15 medúza fantázia névre hallgató nyílkészletet köszönöm Árpinak, aki elküldte, hogy kikereste ezt a típust, de ugye nála azért elég hosszú listát kell átnézni, hogy valaki kitalálja a nyílkészletnek a típusát.
Jön a tripla 19. Szépen korrigálta az első nyilát. Most jó esélye van, hogy behúzza az első leget. De megy azért Wright, 100-ra leteszi magát. Hát, hogy úgy ott legyen, hogyha esetleg nem sikerülne megoldani azt a dupla 20-at. De fölé dobta. Ez fontos, nem mindegy ám. És nem aládobja a másikat. Nagy hibák. Amikor két nyilad van Peter Wright ellen, akkor be kell dobni. Aztán lehet, hogy jön a bünti. Bizonyosan, mert ott a tripla és a dupla 20. Dupla 10. Nem dobja be. Kap egy újabb sanszot Razma. Így van. Zárkózhat 3-1-re. Igazából nagyon bosszankodni valója nincsen Wrightnak, annak ellenére, hogy azért ez egy jó esély volt. Főleg, hogyha nem dobja ki Razma. Nem. Főleg, ha nem dobja ki. Hú, de nagyon messze dobott. Félt attól a dupla 5-től láthatóan. Nagyon ki akart emelni, nehogy sima legyen. Az jelzőnyílnak jó. Ó, az egy kicsit messzebb van. Kicsit arrébb áll. És korrigál, és bedobja. Nem elégedett, de végül is csak vezet 4-0-t, akkor mit szóljon Razma, hogyha ő nem elégedett. Most lement 100 fölötti átlagról Peter Wright. Főleg kiszállózás miatt. 40% sem rossz egyébként, de 61-jel kezd Skót. Hát nem, hogy nem tudja kihasználni, hanem még alul is múlja Razma. Elég komoly gond. Száz nyolc van! Csak úgy lazán oda pörköl egyet. 140. Egyébként egymás elleniről nem beszéltünk még, ugye? Nem. Nem nyert még Madars Razma meccset Peter Wright ellen. 2017 óta játszanak már meccset. 6 meccs volt eddig a kettőjük pályafutásában, és mindet Peter Wright nyerte. Úgyhogy azért ez nem túl jó előjel, meg hát az a 0-4 sem túl jó előjel Razma szempontjából. 100 marad. Sikerül eltalálni a múlt. Ott a tripla 20. A tripla, ez viszont most szépen középen van. És a dupla is gyönyörűen benn van, 5-0-ra vezet. Nagyon simán, nagyon magabiztosan hozta ezt az első részét ennek a mérkőzésnek. Legvesztés nélkül Peter Wright, így aztán 5-0 a skót javára az első szünetben. 99-es átlagon van Wright, egyébként 118-as első 9 nyíl, 45% fölött kiszállózik. Miközben Razmának volt ugyan 6 nyíl a kiszállóra, de nem dobott be egyet, és 89-es kör átlaga van. 98-as első 9 nyíllal. Hát nem igazán mondhatni, hogy jó esélye van Madász Razmának. Én azt gondoltam, hogy egy picit nagyobb küzdelemre fogja, de hát ezt az előző meccsen is gondoltam Keller Reedsről, de itt most tényleg nagyon nagy különbség van a két játékos között eddig. Aztán, hogy ez így is marad-e, az persze majd mindjárt kiderül. Mert egyébként a valamiről, egyébként a World Match Play versenyek híresek szoktak lenni, azok az óriási fordítások, meg nagy, ugye nagy etapok, amikor játékosok nagyon sok leget tudnak egymás után nyerni.
ilyen elég sokszor előfordul. Hát most Razmannak nagyon-nagyon sokat kellene egy más után nyerni. Nagyon-nagyon sokat. Ugyanannyit kell nyernie, mint a meccs elején. Semmit nem javult a helyzete a 20 perccel ezelőtti állapothoz képest. Gyönyörű látvány. Nagyon szép terem. Ez a terem is, meg az egész gyönyörű hangulata is van. Tényleg nagyon szeretik a játékosok is, tehát nem csak a nézők, és nem csak a tévében látszódik ez ilyen nagyon szupernek, de tényleg a helyszínre kilátogatók is áradoznak róla mindig, és a játékosok is. Most azt nem tudom egyébként, hogy ugye érkezik egy elég komoly hőhullám most tudomásom szerint a Szigetország felé. 50 éve nem. Ilyen 35 fokok, meg ilyenek, amit szerintem ők nem tudom, hogy találkoztak-e olyan. Lehet, hogy még él egy generáció, aki találkozott már olyan hőséggel, de most ez tényleg nagyon extra lesz. És nem tudom, hogy itt mennyire lesznek olyan állapotok, mint mondjuk Frankfurtban volt, amikor legyezték magukat az emberek a hőségtől. De reménykedjünk benne, hogy amilyen patinásnak néz ki ez az épület, olyan frankó a szellőzése és a légkondicionálás is mondjuk. Itt az esély Razma számára szépítésre. Triplát nem tudta megdobni. Egy nyila van. De az bedobja. Nagy nehezen összejött az első leg. Hogy örül neki. Na azért páran megtapsolják. Hát megvan élete első meccsén, megvan élete első legje is a World Match Play-en. Oha. Hú, na 6 pont. Hát valószínűleg az eddigi negatív rekord ma. Hát az sem ment volna egyébként túl jó helyre, az is tripla egy környékére volt. A hegyével. Azért már 100-at mondott be az előbb Raspberry, és közben 85-öt dobott Peter Wright. Ezt most tisztázták is gyorsan. Most valóban most már 100 volt, de ez most 100 volt. Megint egy százas. Nem jön lent a 19-esen sem a tripla. Egy óriási a lemaradás a Razmának. Dupla 8-ra kell, hogy dobjon majd. Lehet, hogy későn kezd el hajrázni Razma. Igen, 6-1. Vagy, igen. De mondjuk az, hogy Razma az előbb megnyert ezt a leget, az biztos, hogy lesz még egy szünet ezen a meccsen. Igen. Száz 80! Ezt a leget. Hátsó pályáról a triplamentes Razma körre jön egy 180. Igen, most megint levált 19-esre. Ugye ez, na, 170. Ezt sokszor láttuk a World Cup-on is, hogy bejött neki a 19-re váltás, nem is
és nem használta még olyan sokat egyébként a 19-est. Razma. Steven Bantiknak volt eddig a legnagyobb esélye arra, hogy meglegyen a 9-nyilas. Igen. Igen, a 20-asra visszamegy, de nem jó köröt és hoz neki. Borítja nagyon. Igen. Egyre jobban kezd összeesni. Száz 80! Ráfért nagyon a 140. Ott a tripla, és a dupla 12, nem jön dupla 6. Az sem. Hibázott. Megvan a tripla, egy nyila lesz így aztán a duplára. Találja el. Szépen óvatosan. Kényelmetlen ez a dupla három, igen, pont ezért. És kész. Így sima. Nem tudta. És aládob, jaj. Annyira nem tudta eldönteni, hogy most hagyjon magának egy dupla egyet. Vagy besokkaljon, hogy a végén alávágt, és maradt a három pont. De hát meg így szabadított a szenvedéstől Madás Razma. Ilyet ritkán látni, hogy ennyire nem tudta eldönteni rajta, hogy mit akar csinálni. Ugye ilyenkor gyakorlatilag az egyes mezőn kívül mindennel besokalt volna Vita Wright, és visszakerül a hatra, de lehet, hogy pont azt akarta elkerülni. De aztán ez így nem igazán jött neki. Na mindegy, Razma megoldotta, hogy ne kelljen vele szenvednie. Viszont nagyon jól kezdte a leget most Wright. Hát ez a nadrág, zseniális. Remélem előveszi az ananászost is majd. Egész kis gyümölcskosára érkezett a World Match Play-re nadrág kínálatban. Érdekes kollekciókat tartalmazhat a ruhás szekrénye. 180! Ezután a legután szünet lesz majd. A még egy leg. Ez is még egy. Ja, igen, 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 igen. De jó eséllyel itt most 7-2 lesz. You're right. A dupla 18-al mindig nincs kiszálló Razma, úgyhogy nagyon izgulnia sem kell Wrightnak. Az már koppant a dróton. Megint koppant, de kívülről koppant. Na, 2-23-ról teheti le maga. Jaj. Kerekít. Ó, hát az nagyon bölcs dolog volt. Tehát triplát kellett volna dobnia. Na megint. Most páratlan dupla. Hú, az de messze van. Nagyon megnyugodott Peter Wright, hogy mely nagy az előnye, és megint lebontja egy igen kellemetlen pontszámra magát. 81, 100 marad, most már azért meg kellene csinálni Wrightnak. Most már a hetedik körben vagyunk. Megvan. 7-2. Kicsit koncentrációt vesztett Peter Wright, azzal, hogy óriási előnye volt. Ilyenkor azért többször becsúsznak hibák. De azért a befejezést csak megoldotta. 24-ből 7. Jó kezdés.
60 pont. Száznegyven, de fölé dobta. Kilencvenes. Szép. 170-re lemegy Peter Wright, miközben az már nincs kiszállón. És nem tud 100 alá menni. 70. Nincs tripla, így már nincs kiszálló sem. Ő lemegy 100 alá. Azért leteszi magát. 117. Tripla 19 kell neki. Nincs meg, hetesbe száll. Nincs meg, hihetetlen. Nem láttam, hogy mi volt, de 25 volt a vége. 70 pontra jön most Wright. Egy nyila lesz kiszállóra. Húha, éppen hogy, de megvan. És bedobja, és 8-2. Ha jól emlékszem, Vandenberg a Ritz meccsen is 8-2 volt Vandenberg javára, amikor elmentek szünetre. Itt most ugyanez a helyzet. Peter Wright vezet 8-2-re Ritz ellen. Illetve Rasmus ellen. Na tehát ugye, aki esetleg nem látta volna az első meccset, az volt még a legizgalmasabb. Ratajski 10-6-ra legyőzte Buntingot, aztán Dimitri Vandenberg Ritzel valami hasonlót csinált, mint most Peter Wright Razmával. De akkor is 8-2-vel mentek el szünetre, aztán visszajöttek, lejátszottak még két leget, és annyi. Lehet, hogy hasonló koreográfia szerint zajlanak itt is az események. Igen, de azért abban bízom, hogy legalább egy keretes szerkezet kialakulhat a mai napra. Ez a Clayton Rodriguez meccs az jó, jó partit ígér. Az esélyt megkapja most Brazma, hogy hátsó pályán játszva esetleg brékeljen. És jól kezdi, kihasználta Wright hibáját. De azonnal összekapja magát a skót. 140-et dob. Igen, egy 140-et. Egyelőre tartja a lépést vele az érezmá. A szép, 121. Igaz, kiszállóra nem ment le, de azért picit visszaállította a helyét. 97. Egyébként Madár Srazma is ugye két helyet ugrott föl a világranglistán ezzel, hogy bejutott a World Match Play-re, és most már 40. helyen van. Mivel ő azért eléggé friss játékos, azért ő jó eséllyel meg fogja tudni tartani a 64 közötti helyét a világranglistán, és ezzel a Pro Tour kártyát is. Na hát a 100-at meg kell csinálni a Wrightnak. Nincs meg hozzá a tripla. És bedobja! Csak éppenséggel ezzel egy dupla tízre tette le magát. És megoldja Razma. És nem tud erre rádobni. És break leg. Break leg. Hát itt most nem simázódott le
annyira a meccs, mint az előbb. Na, Razma viszont meccsen elmondhatja, hogy annyira nem fog kikapni, mint Ritz kapott ki az előző meccsen. Tel kezd. Ebben volt egyébként mesteri játékos Phil Taylor, hogy hopp, itt egy 174. Nem mert rádobni. A legnagyobb előnyök tudatában is 100%-ig arra koncentrált, hogy minél hamarabb lezárja a meccseket, tehát egy ilyen gyilkos ösztön volt benne. Most azért Wright-nál érzek egy ilyen pici kiengedést, úgymond, hogy a szorításból engedett, és ezt azért Razma most kihasználhatja, és mikor nem is a győzelem kerül veszélybe Wright esetében, de azért ez egy figyelmeztető jel lehet neki a következő meccsek szempontjában, mert azért azt gondolom, hogy ezt a meccset szerintem azért meg fogja oldani a skót. Csak azért, ahogy erősödnek majd az ellenfelek, és egyre élesebb meccsek lesznek, ezt a luxus nem engedheti meg magának, hogy meccs közben nagyobb előnynél kiengedjen, mert itt tényleg bárki képes azért egy komoly sorozatot elkapni, 3-4-5 legeket nyerni zsinórban, és akkor már is kicsit változik a meccs képe. Mint hogy most is látjuk, hogy azért itt is kéne most az extra Wright-tól, például a tripla 17, az most nem jön. A 24-re azért lerakja magát. Tripla 18, bedobja, és egymás után nyert két leget. 8-2 után 8-4. És már jobb Razma kiszálló átlag, a 36,36%, 11-ből 4, 25-ből 8. Peter Wright 32%-kal. És az átlaguk is egyre jobban közelít egymáshoz. Igen. Mondjuk ez a 9. Hát nézzük, jön a két tripla. Ez nem a teljes átlag, a 9. legutáni legek. És megint jobban kezdi, nézd meg Razma. Right, meg tripla egy. Még egy tripla egy, ajaj. Jó 66. Kilencven. Kellett is szép. Igen, ez most nagyon jól jött Wright-nak. Most megint jönnek ezek a szektorhibás triplái Razmának. Megint elrontja a szektort Wright. 81. Kellene még egy tripla. Megvan! 100-ra leteszi magát Razma. 157. Az jó. Tripla 20. Jó! És a dupla 20. Bedobja! Ezt a mindenit! Eddig legmagasabb kiszálló. 157-tel 9-4. Hát ez gyönyörű volt. Ezzel el is hárította talán a felzárkózási kísérletet. Gyönyörű, 140-nel kezd Wright. Peter Wright-ot már ünnepli a közönség, skandálja a nevét. Na, egy szám.
140 után jön-e még egy 140. Na ez komoly előnye lehetne, egy 100. Ez a valóságos átlag. Igen. Megint egy 7-es Razmától. Ez a tripla 19 is cserben hagyja. Szóval nem megy le kiszállóra. Right. Ez már kiszállón, de sokkal jobb helyzetbe kerülhet Wright. Főleg, ha két tripla lesz. Főleg, ha három. Igen. Az nincs meg. De így is. 62-ig lemegy. 144 Razmának. Ó. 86-ja van. Nem oda kellett volna dobni, de... Lehet, hogy az utolsó nyilát dobta el Razma. És akkor a 20-as megvan, és a dupla 16 a meccsért. Bedobja Wright. Ez is papírforma. 8-2 után egy picit meglódult Razma, de aztán megállt a tudomány. Razma debütált, egy meccset lejátszott, és amit Cseresbede írt, az még mindig érvényes. World Match Play győzelme nincs Razma. Igen. Most már veresége van. Tehát három meccsen túl vagyunk. Ratajski továbbjutott, Vandenberg továbbjutott, Peter Wright továbbjutott, tehát a kiemeltek továbbjutottak. Na de az igazi és érdekes összecsapás majd most következik, a Johnny Clayton, Robbie John Rodriguez meccs.